Starter indult a második versenyed, a Seismic díj elég vegyesen galoppozik, Emilio Family is galoppozott, full speed is a startnál mind a ketten nyilvánvalóan kiesnek ebből a versenyből. Eminem viszont remekül indul, és Eminem diktálhatja legalábbis egy darabig a tempót. Eminem mellé felzárkózik Fliegau, bent a falon ott van Fortuna Will, aki eddigi mind a két versenyét megnyerte. Eposz mellett Excellence próbál zárkodni, és Everton is kimondottan jó helyzetben van. Úgy tűnik, hogy a két galoppozó lovat most már azért nagyjából ki tudták venni a versenyből. Akkor, amikor az első egyenese fordul a mezőny, akkor nincs változás. Eminem még mindig az, aki diktálni tudja a tempót. Eminem, Fliegau, Fortuna Will, Excellence, Eposz, Everton. Everton mögött két osztal pedig Elizabeth Boss. Ugye First Lady Kájának voltak még problémái, úgyhogy ő is természetesen kiesett a versenyből. Heten viszont egészen közel, akkor, amikor egy kör van még hátra. Tömörödni látszik a peloton, de még továbbra is élen van Eminem, aki mellé odaérkezik, majd Fliegau bent a falon, ott láthatjuk Fortuna Wilt jelen pillanatban, Excellence társaságában, majd megint egy kettes fogat, Eposz, illetőleg Everton, és akkor ezt a kis pelotont gyakorlatilag zárja Elizabeth Boss, de hát ő innen bőséggel megindulhat majd, hiszen közte, illetőleg a vezető Eminem között nagyjából egy olyan 10 méteres különbség lehet mindösszesen. Fliegau megindulni látszik, Fliegau hátán pedig Excellence jön egyre inkább előre fele, ugyanez elmondható Evertonra is, ő is nagyon sokat tudott javítani a helyzetén, itt elől pedig Fliegau végül átveszi az első helyet, és be tud menni vele a falra Fazekas Imre, úgyhogy a kedvezőbb spúron tud versenyezni. Eminem azért még mindig jól tartja magát, Excellence pedig megindulni látszik. Én most már a verseny hajrája, Fliegau mellett Excellence nagyon-nagyon jól jön. Az az Excellence-ek legutóbb új rekordot futott, úgy tűnik, hogy ezt most tudja igazolni, mert borzasztóan erős, miközben Eminem galoppozik a háttérben, Elizabeth Boss nem nagyon tud elindulni. Fliegau a falon, mellette Excellence, Fortuna Wie zárkózhat majd még a dobogóra. Fliegau a falon, még mindig egy picit talán előrébb, de most már Excellence, minthogyha átvette volna tőle a vezetés, Fortuna Wie pedig vészesen közelít hozzájuk. Eposz is jól fut, Elizabeth Boss is jól fut, Fliegau pedig védekezik és próbál visszatámadni. Excellence azonban előtte van, Excellence Gosztony Judittal nyeri a futamot. Remek versenyt követően Excellence tud győzni, Fliegau mögött pedig Fortuna Wie lesz majd a harmadik. Elizabeth Boss késve érkezve végül a negyedik helyre jön fel. Kettő, start! Első nekifutásra jól el tudott jönni a The Skipper díj mezőnye, az egyetlen felvezető ló Freya T. Bokó is jól kapta el a start pillanatát. Emily Sunday 80 az, aki viszont gyengébben indult az élbolyból, ahol viszont élre ügetett Emerald vezet, Emerald mellé pedig oda fog érkezni talán lassan Enrico Fling, aztán Dancing Lady-t láthatjuk, majd pedig Etalon N. A következő lovunk az Emily Sunday 80, aki mellett már viszont ott üget a 20 méter hátrányról forduló Freya T. Bokó, tehát ő is nagyon jól elkapta a startot, sőt, már ott üget a pelotonba. Egyébként egyre inkább tömörödik a mezőny, melyet Emerald vezet, Emerald mögött egy kettes fogat, Dancing Lady belül, kívül pedig Enrico Fling, aztán pedig már Freya T. Bokó, Etalon N, és zárja a sort Emily Sunday 80, aki gyengében jött ki ugyan a starttól, de egyáltalán nincsen reménytelen pozícióban egy körrel a vége előtt. Nagyon együtt a mezőny a gyengén megkezdő Emily Sunday 80, és most már egyértelműen csatlakozás kapott, és hát Freya T. Bokó pedig ott van a második kettes fogat külső tagjaként a negyedik hely környékén. Emerald a frontban, Emerald mellé próbál folyamatosan Enrico Fling felfejlődni, Dancing Lady bent a falon a vezetőló hátán, Enrico Flinget pedig kívülről mindig Freya T. Bokó üldözi, vagy hát legalábbis utazik mögötte Etalonen, illetve Emily Sunday 80 még mindig a sor végén, első és utolsó között, hát maximum 10 méter lehet a távolság. Az utolsó 800 kezdetén sincs változás, talán annyi, hogy mint hogyha próbálna gyorsítani Emerald, és elmegy legalább másfél hosszúra most már az őt üldöző Dancing Lady Enrico Flink párostól. Kikandikál most már a harmadik spurba talán Freya T. Bokó, bizony, ott van most már kívül, és megpróbálja megindítani a támadását. Mögött egyébként Emily Sunday 80-nek is úgy tűnik, hogy egészen jó lehet a finise, a vezetőló mellé pedig most már megérkeznek a többiek. Így van, kívülről nagyon-nagyon erősnek tűnik az a csoport, melyet Freya T.
Freyja Bokó vezet, és Freyja Bokó a kvázi térhátránya ellenére ére tudott állni, tehát ő a külső spúron üget megtámadja a vezető Emeraldot. Emerald még előrébb van, Freyja Bokó jelen pillanatban a második, és kiváló pozícióban van Emily Sunday, AT is negyedik helyen, pedig egyelőre Dancing Lady, talán ő is jó lehet még egy dobogós helyre. Az élen átvette a vezetés Freyja Bokó vezet, Emily Sunday, AT próbálja megtámadni, jön Etalon Ennis hatalmas rohammal, Freyja Bokó azonban simán haza tud érkezni, mögötte Emily Sunday érkezik a második helyre, harmadik pedig végül Etalon N. Ez volt a The Skipper díj. 2. Start. Start első nekifutása, jó az indítás. Talent Scout díj, Palasz Bónak azért elég nehezen jön ki a lépés az indítás követően. Premál MS-el pedig nagyon-nagyon figyel. Márko Szlavics, hogy ne legyen ismét galopp a dolog végé, úgyhogy óvatosabb startot tudott venni. Aki viszont elmegy vezetni, az jó szokása szerint a Bobby Fischer, nagyon hamar az élen terem, 2-3 most már az előnye az istárotással acélos fiúval szemben. Szrizsinus pedig egy óvatosabb startot követően szépen most már kívülről megkezdi az árkózást, és nagy lendülettel fog majd megérkezni Bobby Fischer mögé. Anybody jelenleg a negyedik, Premál MS pedig egyelőre nem hibázott, és ő az, aki ezt a bolyt tulajdonképpen zárja. Palászbónak volt 20 méter hátránya a startnál, hát most legalább 60-ra van kimaradva. Legalábbis Bobby Fischerhez képest, akivel továbbra is egészen komoly tempót próbál diktálni Juhász Balázs, ez egyelőre a régi Bobby Fischer. Kérdés, hogy kitart-e a lendület és az erő a célig. Nagyjából 5-6 osznyira mögöttük jön Street Genius, acélos fiú, Premál MS és Anybody. Aki ki van szakadva a mezőnyből, az Palaszból nagyon-nagyon jelentősnek tűnik az ő hátránya a többiekkel szemben, és nagyon jelentős előnnyel vezet Bobby Fischer, nagyjából egy olyan 3-4 hossz is meg lehet, és most kezdi előtt igazán Street Genius üldözni, aztán acélos fiú a következő lovunk, majd bent a falon Anybody, mellette pedig Premál MS, aki eddig hiba nélkül futott, és így akár ő is bejelentkezhet egy jobb dobogós helyezésért, de hát Bobby Fischer egyelőre nagyon-nagyon uralja ezt a mezőnyt, üldözi őt Street Genius, apad a vezetőló előnye, azért folyamatosan látszik az, hogy lépésről lépésre közelít hozzá Street Genius, egészen jó lehet majd a finish, acélos fiú nagyon jól tartja magát, acélos fiú mögött pedig ott van a jó esélyű Anybody, illetőleg Premál MS. Jó, most már az utolsó 300-350 méter, Street Genius sokkal könnyebben jön, mint a vezető Bobby Fischer, nem nagyon lehet kérdés talán majd ennek a csatának a végkimenetele, illetve az is jó kérdés, hogy acélos fiúval, mint Anybody, mennyire tudnak majd közelíteni mondjuk Bobby Fischerhez. Ő még azért elsőként fordul a befutóra, de Street Genius csak sétál mellette. Street Genius, Bobby Fischer, acélos fiú jelenleg a sorrend, Anybody és Premál MS is begyújtja a rakétákat, utóbbi akár ott lehet majd még a dobogón is. Street Genius pedig biztosan szerzi meg a győzelmet a napi főfutamon. Ez már neki a 15. Premál MS jön kívül a második helyre az utolsó métereken. Harmadik lesz Anybody, végül Bobby Fischer és acélos fiú a negyedik és az ötödik helyre csúszik vissza. Ebben a pillanatban elindult a nap hosszú távú verseny a 2500 méteres Boccaccio Handicap, és Guinness de Fan próbál meg erre kerülni, a tempóból ítélve meg is tudja szerezni majd magának a falat, mögé be fog sorolni Very Nice Photo a második pozícióba, illetőleg kívülről föltűnik Kreatin nagy lendülettel, tehát ő is az élcsoport tagjának mondhatja magát, majd jön Zsófe Zlatánliv, aki a második sorból is jól el tudott indulni, őket pedig Bombay követi Zsóka, a következő lovunk Dumbledore, Casino Royale, illetőleg Zente ebben a sorrendben érkeznek az istálló egyenesre, miközben helycsere történt az élen, Kreatin ugyanis akkora lendülettel ment el kezdés után, hogy meg tudta előzni Guinness de Fannékat is. Guinness de Fann így a második pozícióra ment vissza. Zlatan Leaf pedig egyre inkább előrébb, jelen pillanatban ott a második, harmadik helyen láthatjuk őt futni, illetőleg Very Nice Photo is nagyon jól pozícionálja magát akkor, amikor érkeznek a második kanyarra. Nagyjából 1600 méter van még hátra Boccaccio Handicapből, vezet Kreatin, jó startot vett, és nem is diktált rossz tempót, ennek ellenére nagyon együtt ügett mögötte szinte a teljes mezőn, Guinness de Fann a második, kívül Zlatan Leaf a harmadik, Very Nice Photo következik, aztán Zsófesz, Dumbledore mögött feltűnnek most már a favorit, Zente színei, aki kívülről szépen fokozatosan zárkózik és lépked felfelé, Bombay versenyez bent a falon mellette, aztán Casino Royale nagyjából egy hosszú távolsággal, aki gyakorlatilag már most esély
verseny nélkül folytatja, az Zsóka folyamatosan szakad le. Egy kör van még hátra a versenyből, és egyelőre Kreatinnek megvan ez a magabiztos, nagyjából másfél osztás előnye. Egy ló szakadt ki, tehát Zsóka. A pöloton tekintve viszont a nagy sanszok hátul helyezkednek el. Ugye gondolok itt elsősorban Zentére, illetőleg Cassino Roájára, lassan azonban már ők is zárkózóban vannak ott a külső spúron, pozícionálják magukat Dumbledore mögé, de hát még ezzel együtt is csak az ötödik, hatodik helyen jelen pillanatban. Kreatin az, aki továbbra is a mezőny élén üget, mögötte ott van Guinness de Fan, illetőleg Dumbledore mögé pedig oda fog érkezni lassan-lassan, ugye Zlatán Liv, illetőleg a Zlatán Livet kívülről követő Zente hátán pedig Cassino Royale. Nagyon érdekesen alakul a verseny, miközben azért azt könyveljük el, hogy Kreatin tudta növelni előnyét a többiekkel szemben, és nagyjából egy olyan 2-3 hosszal jár a csapat előtt akkor, amikor jönnek a befutó egyenesre fordító kanyarra, és kívülről megindul Zente hatalmas lépésekkel. Bizony, Zente elindul harmadik spúrban, de úgy tűnik, hogy azért Dumbledore-ékat meg tudta kerülni, azonban volt egy rossz lépése, most pedig több rossz lépése van. Zente az utolsó fordulóban elugrotta magát, és kiszáll a versenyből. Kreatin mellett Guinness de Fan, mögöttük pedig Zlatán Liv, picit megy visszafelé Dumbledore, Cassino Royale viszont bejújtja a rakétákat. Guinness de Fan a francia kanca most már a frontban Kolozsi Lászlóval. Guinness de Fan száguld a győzelme felé, ez neki a Kincsenparkban az első lehet. Jön kívül Cassino Royale, ott van Zlatán Liv, ott van Kreatin. Guinness de Fan azonban megnyeri a Boccaccio handicapet. Guinness de Fan a nyerő, mögötte kívülről jön Cassino Royale. Zlatán Livvel van nagyon komoly célfotóban. Kreatin a negyedik, Bombi az ötödik. És tart elindult a nap első futama, az 1000 méteres Kabala Handicap, jól ölt ki a mezőn. Talán Easy Seek legkevésbé a startot követően kicsit fel kell ébreszteni, tudja tartani lépést a többiekkel. Sprinter mellett természetesen római lány az, aki első vít és vezet, kívül Oszmán Szultána próbálkozik, Fáris mögött Sprinter most már csak a negyedik, Easy Seek szép lassan kezd lábra kapni, Szolár pedig visszacsúszik a mezőny végére, nem tudott annyira jól elkezdeni a többiekkel, mint amennyire esetleg lehetett volna. Római lány vezet, de egyáltalán nem jelentős az előnye. Egy másfél hosszal mögött ott van Fáris, illetve Oszmán Szultán a párosa, egészen kívülről Easy Seek próbál kapaszkodni. Az utolsó 400-nál Fáris megindítja most már Madihi, és felgaloppozik a fáradni látszó római lány mellé. Fáris most már az élen római lány, és Oszmán Szultán egyelőre mögötte a második és a harmadik. Sprinter, Szolár és Easy Seek csak mögöttük néhány hosszal. Sprinter zárkózik egészen szépen, Fáris pedig Oszmán Szultán kezdi egy kicsit talán közelíteni, de közel van most már a cél is. Fáris Monir Madihival megnyeri a nap első futamát a Kabala Handicapet. Fáris, Oszmán Szultána és a római lány, ez lesz a befutási sorrend. Szolár elindul a végén, ő lesz majd a szoros negyedik, ötödik sprinter, hatodik hez végül Easy Seek. Start elindultak a nyeretlenek 1200 méteren, az újonc Smirtus Diókes sokkal gyengében a többiekhez képest, illetve Sanyika az, aki viszonylag óvatos startot tudott csak venni. Aki elmegy vezetni, ez a favorit Hungarikum. Hungarikum nagyon hamar az élen, Dolcsámáró, illetve Falaris párosa próbálja üldözni, kívül pedig Asti szegődik a társaságukba, a nyomukba. Nekcsát próbálkozik, illetve Munami, Argó van pár hosszal mögöttük, ketten pedig nagyon-nagyon hátul vannak Smirtus Dió, illetve továbbra is Sanyika. Hungarikum diktálja még mindig a tempót, azonban Falaris ott galopozik egészen közel hozzá, nagyjából másfél hossznyira Dolcsámáró mellett. Úgy tűnik, hogy a kanyar vége felé Asti elmegy, és jön fel most már harmadiknak. Egyelőre Next Charge nem igazán tud megindulni, megragadt ott a középmezőnyben. Hungarikum még mindig az élen, azonban Falaris elég erős ellenfélnek tűnik. Falaris felmegy most már Hungarikum mellé. Hungarikum vagy Falaris a harmadik hely, úgy tűnik, hogy Asti lesz majd, akkor, amikor nagyjából 250 méter van még hátra. Falaris nagyon energikusan lovagolja Josep Parigál, most már van jó másfél osztás előnye, ez az előny, ez folyamatosan nő a célik, Hungarikum nem tud újítani, úgyhogy ezt a futamot is egy Mokáris kanca fogja megnyerni, méghozzá Falaris Josep Parigállal, ő az, aki búcsúzik a nyeretlenségétől. Falaris, Hungarikum, illetve Asti lesz majd a befutási sorrend, utána jönnek a többiek, Nekcsárcs, Dolcsámáró, Munami, illetve Argó sorrendben.
És ebben a pillanatban elindult a Phoenix Handicap 1200 méteres távra szintetikus felületen belül. Nagyon jól kapta el a start pillanatát a favorit Everlast, ő az, aki vezet, Magenta van hozzá nagyon-nagyon közel, illetőleg jönnek a külső lovak is, elsősorban Arthur király, aki fejlődik fölfele, illetőleg Marionette, aki egy picikét présbe van, de azért nagyon jól tartja magát a középmezőnyben, majd pedig ott van Bruno Star, aki megkezd úgymond egy tervszerű zárkózást, belül tőle jobbra pedig Chandler színei tűnnek föl, akkor, amikor nagyjából a kanyar közepén vagyunk, és Everlast vezetni tud. Everlast vezet Everlasthoz legközelebb, a kézzel most már erősebben átlovagolt Arthur király, illetőleg kézből jön Marionette bent a falon, pedig Arthur királyt láthatjuk, Chandlert is igyekszik fölfele lovagolni lovasra, illetőleg Bruno Star is talán előrébb tud majd jönni, de hát minden esetre Everlast nagyon-nagyon könnyedén kézből tud vezetni, Everlast vezet, kívülről jön Arthur király, illetőleg megindít egy hosszú rohamot Marionette megpróbálja utolérni a vezető lovat, Everlastot. Everlast előnye azonban még így is nagyon-nagyon biztosnak tűnik, úgy is, hogy méterről méterre közelít hozzá a támadó Marionette, de nem tudja megverni végül. Megnyerte a futamot Everlast, mögé érkezett Marionette, a harmadik hely pedig végül Arthur királyé lett. És tart, elindult a nap negyedik futam, ez a Richai Handicap, éppen az Alda az, aki kicsit gyengében kap lábra. Parádé viszont parádésan kezd, és egyelőre vezet, Parádé mellett Mitra színei tűnnek fel, kívülről pedig Berenice próbál csatlakozni a vezető kettőshöz. Negyedik, ötödik helyen a két legnagyobb játék, Lisboa, valamint Talaris párosa, többiek egy kicsit leszakadva, pontosabban ugye két lóról van szó, Passió, illetve Alda igyekszik kapaszkodni. Az egyenes vége felé 900-nál Mitra az, aki átvette a vezetést Kelemen Zénóval. Mitra, Berenice, Parádé csúszik kicsit visszafelé, kívülről viszont megindul Talaris, és Lisboa is egyre közelebb helyezkedik a vezető lovakhoz. Nincs azért különösebben kiszakadva sem Alda, sem pedig Passió. Utóbbinak azért nagyot kell finiselnie, hogyha itt fel szeretne érni majd a dobogóra. Akkor, amikor a kanyar közepén jár a csapat, akkor Mitra kezd fáradni. Elmegy mellett először Berenice, kívül pedig most már Talaris látszik a frontba. Talaris mögött pedig jön Lisboa, tehát egyelőre érik egy újabb favorit siker ebben a futamban. Talaris ott van most már bent a falon. Az utolsó 300 méter kezdetén is növelni látszik az előnyét. Talaris, Lisboa, Berenice és Alda megindul. Úgy tűnik, hogy Aldának ez lesz idén az első igazán jó futása. A győzelemért azonban ő nincs harcban, talán Lisboa, bár egyelőre Talaris nem nagyon lehet utolérni. Talaris, Lisboa és Alda lett majd a befutási sorrend. Kicsit csökkent Talaris előnye, de meg fogja nyerni a futamot, és folytatódik a Mokaris ivadékok fantasztikus sorozata. Ez ma már a negyedik győzelem. Talaris, Lisboa és Alda a befutási sorrend a Richai Handicapben. Start elindult az 1400 méteres T-jackpotos Ászáridi, szinte teljesen egy vonalban galopozott, jó 100 méteren keresztül a mezőny, egy friss import Mother Shipton egy pillanatra feltűnt a frontban, most már azonban Short Circuit vett át a vezetés. Short Circuit irdatlan, és kívülről Sugar Bird egyelőre az első három, érkeznek most már szépen a többiek is Royal Force vezetésével. Mother Shipton ott van bent a falon, mögötte pedig egyel Poseidon igyekszik feljebb zárkozni. Wolf of Wall Street mögött meglepetése egyelőre, szinoníma a sereghajtó egy-két osz hátrányban, de azért nem vészes egyelőre az ő helyzetesebb, sőt, megkezdi most már a zárkózás. Short Circuit pedig vezet, de minimális előnyel irdatlannal szemben, ez nagyjából egy hosszasra tehető. Short Circuit irdatlan, a Royal Force jön folyamatosan feljebb, a falon irdatlan mellett most már ő a második, Sugarből csúszik picit talán vissza, Wolf of Wall Street, valamint szinoníma érkezik a helyére, meglepetése Poseidon megy visszafelé, Mother Shiptonnal egyetemben, nem úgy tűnik, hogy itt ők döntősek lesznek majd. Short Circuit viszont úgy fest, hogy az lesz, hiszen 350-nél növeli az előnyét, 3-4 hosszal vezet most már Short Circuit, mögé jön most már fel Wolf of Wall Street, Short Circuit, Wolf of Wall Street, kívülről pedig Sinorima indul el óriási lendülettel, Royal Force és Ildata lesz mögöttük a negyedik és az ötödik, Wolf of Wall Street pedig megtámadja Short Circuitet, aki a végét most sem bírja, és Wolf of Wall Street ráduplázt legutóbbi siker. Wolf of Wall Street, Georgievvel az Ászáridi gyerője. Wolf of Wall Street, Short Circuit és szinoníma befutási sorrend. Messi negyedik Royal Force, ötödik lesz majd irdatlan, aztán jönnek a többiek Mother Shipton vezetésével. És ebben a pillanatban elindult a Weisdorn Handicap, túlza gondolkodott egy kicsit a startnál, ő egy lélegzetvételnyivel később indult el, mint a többiek.
Ami az elejét illeti, Stonehart vezet, Stonehart-hoz legközelebb, Valdesco színei tűnnek föl, majd a bábolnai Pescara követi őt, Libeskind, aztán apró pénz, Expect No Mercy, kívül Tulsa megindul, már a középmezőnyben van, és egyelőre, aki zárja a sort, az Itonda, de hát nagyon-nagyon együtt galoppozik az egész mezőny első és utolsó között, nagyjából egy 5-hoz különbség lehet mindösszesen. Stonehart vezet, Stonehart-tól nagyjából egy olyan fél hosszra láthatjuk Valdescót, illetőleg próbálnak többen megindulni, de hát Stonehart nagyon biztosan vezeti föl a mezőnyben. A falon látjuk Libeskindet, ahogy pozícionálja magát, Pescara a favorit is nagyon jól ott van a középmezőnyben, Tulsa pedig gyengébb startját felettetve, gyakorlatilag már a harmadik helyen jön a harmadik spúrban, így érkeznek majd véletlenül a befutó egyenesre. Aki megy visszafelé, az Libeskind, apró pénz viszont tud jönni, és úgy láttam, hogy Expect No Mercy is lábra kapni látszik. Ami az elejét illeti, Stonehart, mint hogyha fáradna egy kicsit, kézből viszont tud jönni Valdesco, legkívüle pedig Tulsát lovagolja át, lovasa ők, hárman egy kicsit megléptek a többiektől. Valdesco az, aki vezet, Valdesco előnye nagyjából egy olyan két hossz lehet, a kívül támadott Tulsával szemben harmadik helyre csúszott vissza Stonehart, jön Valdesco, Valdesco vezet továbbra is, Valdesco azonban kapatja a támadást Tulsától, illetőleg kívülről Itonda fejlődik fel a harmadik helyre, az élen azonban Valdesco megnyerheti ezt a versenyt, Valdesco nyers után csengével, mögötte érkezett Tulsa, a harmadik helyre pedig végül Itonda érkezik oda. Start, elindultak tehát a nyeretlenek, 1600 méterre romári színei látszanak a frontban egy pillanatra, de Midlove Donight elmegy most már mellette, Golden Dreams is egészen jó startot tudott venni, illetve kívülről Nádi Farkas is szaporázza, Timi Moonnal egyetemben megjelenek ott a frontba. Elég komoly változások a túlsó oldalra kanyarodva, átvette most már Golden Dreams a vezetést. Golden Dreams, Nádi Farkas, Timi Moon triója diktálják az iramot, mögöttük Midlove Donight jelenleg a negyedik, jó fogása Romarisszal, a három favorit jelenleg ott az üldöző pozícióban van, melléjük Subura próbál csatlakozni, és kezd azért egyre inkább megnyúlni a mezőny, Luciferer van egészen hátul, illetve Macchiato, az újoncok, tehát egyelőre nem játszanak szerepet. Vezet még mindig Golden Dreams, mellett azonban jól tartja magát Timi Moon, illetve a falon, a korlát mellett el fog férni talán Midlove Donight, ami azért nagyon-nagyon jó jött majd számára, egészen kívül pedig Subura tud megjelenni és csatlakozni a vezető lovakhoz. Jó fogás, és Romaris továbbra is ott a negyedik, ötödik, hatodik hely környékén párhoz hátrányban a vezetőkhöz képest. Midlove Donightnak nagyon jól alakul a versenye, hiszen a falon el tudott menni, míg a három eddigi ellenfél egyaránt kezd fáradni. Jó fogással és Romarisszal szemben azonban jó néhány osz a vezető Midlove Donightnak az előnye. Subura fut nagyon-nagyon jó versenyt, októberben egyszer futott, akkor nem volt az igazi, azóta nagyon sokat jött előre, mint ahogy jön előre most Romaris, begyújtja a rakétákat, 200-zal a cél előtt elindul Romaris óriási lendülettel, jön egy újabb mokári szivadék, folyamatosan faragja a hátrányát Midlove Donight-tal szemben, aki egyre inkább kezd fáradni, Romaris közelít az utolsó métereken, és Romaris nyeri a futamot. Romaris, Midlove Donight és Subura befutási sorrend. Jó fogás a negyedik, Golden Dreams az ötödik. Megvan a mai napon az ötödik Mokaris utód győzelem is, ezúttal Romaris köszön be. És start, elindult tehát a negyed kategóriás Kessodi befutó jackpottal 1900 méteres távon. A startot követően, ahogy legutóbb is, Szibéri az, aki feltűnik a frontban, Pannon Force DL társaságában diktálhatja majd a tempót. Jön The Little T mögöttük, kívülről Poppy Seed, egészen kívül próbálkoznak egyelőre Real Hope-pal. Helyezkedni igyekszik azért a mezőny java része, Udvarhölgy, akit egyelőre visszavesz, Lovasa Mocsinka Viviana boly utolsó tagjának. Szibéria, illetve mellette most már Real Hope, ők diktálják a tempót. Poppy Seed a harmadik, Pannon Force DL úgy tűnik, hogy eddig bírta, elindul visszafelé, jön a két Szent Tamási Ló, The Little T, valamint Frangipani, mögöttük Power of Wind az egyik favoritja a játékosoknak, és változatlanul egyelőre a sor végén többek között még Dancing Storm, és viszont Real Hope megszökött. Real Hope-nak van nagyjából egy 6-7 hosszas előnye akkor, amikor az ezres táblát hagyta el most már a futam mezőnye. Mögötte még mindig Poppy Seedet, valamint Szibériát látom, bent a falon The Little T, kívül Udvarhölgy igyekszik felfelé, Reginával és Power of Wind-el is igyekeznek egyre inkább, Dancing Storm ki van maradva, Pannon Force DL pedig messze utolsó most már a kanyarban. Még mindig Real Hope-nak van előnye, de ez folyamatosan olvad, és szép lassan redukálódik egy-két hosszasra. Frangipánit erősen kell lovagolni,
Ugyanez a helyzet Poppy Seeddel, Udvarhölgy jelenik meg óriási lendülettel, illetve Power of Fint lovasának, Ifab Kozmának is úgy látom, hogy egyelőre még tele a keze, kívülről fog majd támadni. A Real Hope diktálja a tempót folyamatosan, Real Hope, Frangipáni, Poppy Seed, Udvarhölgy, és akkor elindul Power of Fint, szinte csak sétál megint Power of Fint a többiekhez képest, Real Hope pedig kezd fáradni, Udvarhölgy okozhatja a meglepetést, kívül Regina is zárkózik a dobogóra, a nyerő személye nem nagyon lehet kérdés, Power of Fintnek meg lesz a harmadik sikere, Regina nagyon-nagyon jó zárkózva lett majd mögötte a második, óriási csata a bronzért, Power of Fin nyeri a Kesszó díjat könnyedén, Regina, aztán pedig Udvarhölgy lehet majd a harmadik, Poppy Seed egyelőre úgy tűnik, hogy még nem tudott felérni a dobogóra, Real Hope-pal egyetemben ők lehetnek ott a negyedik, ötödik helyen.